17 órakor megszólaltak a harangok a szabadkai Szent Terész székesegyházban. Vajdaság minden pontjáról érkeztek a hívők a katedrálisba a Szent István napja alkalmából megtartott ünnepi szentmisére. Sokan szervezett buszokkal jöttek, hogy részesei lehessenek a megemlékezésnek. Hagyományosan ezzel a misével veszi kezdetét a vajdasági központi ünnepség, amelyet az első magyar király a keresztény magyar állam megteremtőjének tiszteletére szerveznek. A misét ezúttal Felföldi László, pécsi megyés püspök celebrálta. A zsúfolásig megtelt templomban a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanács, az önkormányzatok, az intézmények és szervezetek vezetői, képviselői is jelen voltak. Az államalapítót 1083. augusztus 20-án avatták szentté. Erre emlékezve ünnepel ezen a napon az egyetemes magyarság. Ez a dátum 1771 óta nemzeti ünnep. Augusztus 20-a a magyarság számára az új kenyér ünnepe is. Ennek értelmében a szabadkai szentmisén sor került az új kenyér és a termés megáldására is.